már csak alig 2 hét van hátra, és felkerülhet az iskolai táblákra az alig várt vakáció szó. Programot bőven lehet találni a nyárra, többek között rengeteg tábor is várja a diákokat. A Fehérló Közösségi Ház a nyár egész ideje alatt napközis jellegű táborokat szervez, ami azt jelenti, hogy 8-tól 4-ig nagy szeretettel látjuk a gyerekeket különböző tematikus táborokban. Ezeknek a táboroknak egy része a mozgásra épül, ebbe beletartozik a balett, a break, a hip-hop, illetve a jazz tánc, illetve a musical tánc vagy a színpadi táncok csoportja. Ezeknek a táboroknak egy részében kézműveskedünk is, illetve vannak olyan táborok, amelyek egy kicsit túráznak, egy kicsit sétálnak, ezek az önismereti táborok, illetve ebben az évben újdonságként nyelvi tábor is megrendezésre kerül itt a Fehérlóban, felsősöket várunk egy angol és spanyol nyelvi táborba. A táborok népszerűsége az évek alatt sem csökkent, igaz, a városban többnyire napközis jellegű táborokat kínálnak a fiataloknak. Idén is lesznek táborok nálunk, június 20-ától várjuk a táborozni vágyó gyermekeket, egészen augusztus közepéig. A korábbi évek tapasztalatai alapján megtartottuk a 3 legfontosabb és legsikeresebb témánkat, ez a dinoszauruszok, a túlélés és az űr, illetve a világűr titkai, de mindemellé még betettünk egy 4. érdekesnek tűnő témát, ami az állatokkal fog foglalkozni, ez az úgynevezett zootábor. A városban persze ezeken felül is rengeteg intézmény kínál lehetőségeket különféle táborozásokra. Csak győzzük kiválasztani, melyik a számunkra legkedvezőbb.